Kedves kollégák, szeretném nektek bemutatni a Színbalu nevű szolgáltatásnak két híres elemét. Az egyik egy tulajdonképpen egy könyvjelzőkezelő, a másik pedig lényegében egy olyan alkalmazás, amellyel tulajdonképpen tanulási ösvényeket lehet létrehozni. Ez a tanulási ösvény nem mást jelent, mint egy sorrendet, egy szekvenciát, amin a gyerekek végig tudnak haladni. Ebben lehet elágazás is akár, és ezt végigkövetve tudnak bizonyos tartalmakkal megismerkedni. A célom az, hogy teljesen kezdő szintről induljunk, és ezért megpróbálok részletes lenni. A Színbalu egy holland alkalmazás, és már 2007 óta létezik, tehát tulajdonképpen akkor, amikor először ezek a csempék ilyen divatossá váltak, még akkoriban a Windows is próbálkozott ezekkel a csempékkel. Szóval akkor jelent meg ez a Színbalu. Az a Színbalu, az alap applikáció, weboldal, ami most látható itt a képernyőn, tehát ezek a színes deszkák itt, azok mutatják, hogy miről van szó. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy oldalunk, amelyen ilyen csempéken tulajdonképpen könyvjelzők vannak. Tehát egy olyan alkalmazás ez, amellyel könnyen lehet könyvjelzőket kiajánlani, vagy gyűjteni, de inkább kiajánlani, tehát hogyha nem szeretnénk, ha a gyerekek végigtúrják az internetet a linkekre vadászva, vagy nem használjuk az általam nagyon kedvelt végletet, akkor ajánlhatunk egy ilyen Színbalu oldalt is nekik. Ezeket webmixnek hívják, ezeket az összeállításokat. Lehet látni, hogy itt nem minden cellára tettem én még tartalmat, hanem vannak üres lehetőségek is. Nektek is így néz ki, vagy nektek is van egy ilyen home oldalatok, amin bizonyára már vannak csempék. Bármelyik csempére rá lehet kattintani jobb egérgombbal, mondjuk ezt az Evernote-ot innen le akarom szedni, akkor a delete-tel egy pillanat alatt le is lehet onnan varázsolni. Új csempét pedig úgy kell rátenni, hogy rákattintunk egy adott csempére, és akkor lesz lehetőségünk oda föltenni valamit. Mutatom közben, hogy itt fölül ilyen fülek is vannak ám, tehát itt van ez a home, itt van ez a cikkek, aztán van két olyan oldal is, vagy olyan fül, amit a Színbalu maga ad, egy ilyen features nevű oldal. Itt például olyan kis kedvességek is vannak, mint mondjuk számológép. Tehát, hogyha kell egy kis számítást végezni, akkor nem kell mondjuk mobilhoz folyamodni, vagy egyéb alkalmazást előhívni, de lehet jegyzetelni is, van ilyen jegyzetelő notepad is benne, meg keresőfelület, meg szótár, meg mindenféle. És ezen kívül van egy Science Színbalu nevű lapom is, hát itt rengeteg minden van, látjátok, hogy nagyon színesen is el lehet helyezni ezeket. Kicsit hasonlít a periódusos rendszerre, de lehet, hogy csak azért, mert én kémia tanár is vagyok. És van egy saját lapom is, ennek az a címe, hogy Múzeum, és ezen olyan alkalmazások vagy weboldalak, szolgáltatások vannak elhelyezve, amelyek valamilyen múzeumhoz kapcsolódóak. Tehát mondjuk itt ez itt a Korvinákhoz vezet, tehát a
Biblioteca Corvina Virtualis nevű oldalra, ami egy ilyen múzeumi oldal tulajdonképpen. Visszatérek ide. Tehát ez még nem a learning path, amiről fogok én itt beszélni, viszont ez annak egy testvére, előzménye tulajdonképpen, mert ez 2007 óta van, a másik pedig 2017 óta, tehát ez egy későbbi fejlesztés. Na, tehát, hogyha mondjuk szeretnék ide egy új csempét föltenni, mondjuk ide, erre a részre szeretnék egyet, akkor rákattintunk, tegyétek ti is, bárhol a home-on találtok egy üres helyet, oda tegyétek ezt meg, próbaképpen, tehát most nem olyan nagyon lényeges, és itt több mindent lehet csinálni, hát ez a Create a Tile az első, a Tile az a csempe, akkor arra rákattintunk, és ide be kell írni, hogy mit szeretnénk mondjuk ide berakni. Hát én a DPMK, tehát a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ oldalát fogom ide betenni. Látszik, hogy rögtön elhozza a logót is, tehát ez a Digitális Jólét Program logója. Most sajnos egy kicsit hosszú a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, tehát ezt lerövidítem itt a címnél DPMK-ra. Ugye ne felejtsük el, hogy ez majd itt lesz, most készül a csempe. És ugye a címet odaírtam egy DPMK, alatta ott van ez a show text, ez azt jelenti, hogy mutassa-e ezt a szöveget, amit oda beírtam, csak akkor mutatja, hogyha ezt a kis pipát ide elhelyeztem. Itt fölül látszik, hogy milyen lesz a végeredmény. Nem árt oda tenni ezt a szöveget. Itt alul még lehet színezgetni, meg választani más kis ikont, de én ezt nem szeretném. Egyszerűen csak azt mondom, hogy save, és megjelent itt ez a kis jelecske, és ezzel bővítettem egyel a könyvjelzőim számát. Még egyszer, mire jó? Ez arra jó, hogy készítünk mondjuk egy ilyen nyitó oldalt, és akkor a gyerekekkel egy adott időszakban mindig innen indulunk. Ugye elsősorban fiatalabb gyerekeknél célra vezető megoldás. Mindig innen indulunk, tudják már, hogy minden, ami kell, az innen elérhető, és akkor ez egy ilyen linkgyűjteményként, kattintható linkgyűjteményként funkcionál. Arra is jó, hogy magunknak gyűjtsünk, tehát össze lehet kapcsolni a Szimbalut akár a könyvjelzőkkel is. Egy kicsit, hogy mondjam, túl sok könyvjelző jönne le, ezért most ezt nem is mutatom meg, de valójában a saját magunk számára is jó linkek rendszerezésére, összegyűjtésére, tehát ezért van például a cikkekbe, oda ide gyűjtögetek olyan tartalmakat, amiket érdemes elolvasni, vagy érdemes ajánlani. Itt pedig ez a múzeumi megoldás. Itt még remélem, hogy sikerült mindenkinek ilyen kis csempét létrehozni, meg aki még nem regisztrált be, az már beregisztrált. Itt szeretném elmondani, hogy több nyelven beszél az oldal, a magyar nincs közte, olyan, nem tudom, 5-6 nyelven tud, eredendően ugye holland, ezért néha valamiért átvált hollandra, legalábbis a learning path, de aztán magához tér. A Szimbalunak van pro változata, tehát fizetős változata, mutatom, hogy ez mit tud. Ugye először is hirdeti, hogy a COVID-19 koronavírus idejére ő tanároknak, iskoláknak a pro előfizetést ingyen adják. Ugye ez az idejére ez mit jelent, ez nem pontosan lehet tudni. Az van ideírva, hogy amíg megoldódik a helyzet. De az a helyzet, hogy én nem álltam neki tanárként
vagy iskolaként regisztrálni, mert egyrészt nem tanítok iskolába, másrészt pedig elég bonyolult procedúra, és inkább valahogy az amerikai iskolákra van kihegyezve a dolog. De ingyen is lehet használni. Két korlát mutatkozik. Az egyik az a korlát, hogy reklám jelenhet meg, de ez nem olyan nagyon durva, mint sok más alkalmazásnál. A másik, hogy nem lehet közös szerkesztésre megosztani egy ilyen lapot. Itt a settings van még fölül, itt lehet ezt a úgynevezett webmixet, ezt a lapot úgy hívják, hogy webmix, ezt lehet változtatni, tehát lehet ugye másik háttérképet választani, azt hiszem ez most jobban tetszik mindenkinek, mint az előző sötét verzió, át lehet nevezni, meg mindenfélét lehet vele tenni, és még lehet ilyen kis ikont választani, nekem ez a kis vigyorgó arc van. Ez az, amit én a Symbaloo ős applikációval kapcsolatban szerettem volna mondani, úgyhogy ezt itt hagyom, de majd vissza fogunk rá térni, mert kapcsolat van a két alkalmazás között, és most pedig átmegyünk a Symbaloo Learning Path, vagyis tanulási útvonalak oldalra. Ez az állatka itt bal oldalon, ez a nagy szemű állatka, ami ki tudja, talán bagoly, ez vezet át erre az oldalra. Ki is írja most már így, ha rákattintunk, hogy Learning Path, és én itt alul erre a My Learning Path Overview-ra fogok menni. Nektek most még egyelőre nincsen semmi feladatotok, azaz, hogy mégis van, mert én azzal szeretem kezdeni a bemutatását egy ilyen alkalmazásnak, hogy szeretem megmutatni, hogy hogy néz ki akkor az oldal, hogyha diákként használjuk. Úgyhogy most egy kicsi időre mindenki diákká változik, ezért szükséges lesz az, hogy nyissatok egy úgynevezett inkognitó ablakot, vagy egy másik böngészőt. Én ezt a másik böngészőt fogom használni, és ez a másik böngésző itt most ez a Firefox lesz, és ezt a közvetlen linket, amit a chatben is elhelyeztem, ezt fogjuk használni, de itt az a fontos, azért kell átmenni egy másikba, hogy ne legyünk beregisztrálva, a jobb felső sarokban látszik, hogy most nem vagyunk belépve, tehát úgy csinálunk, mintha diákok lennénk, és akkor visszamegyek még ide, és egy tanulási ösvényt fogunk bejárni, egy kicsit gyorsított tempóban. Ennek a tanulási ösvénynek az a címe, hogy Sárga út, és én ezt a kis ösvényt el fogom most indítani. És ahhoz, hogy csatlakozni tudjatok ehhez a oldalhoz, ehhez mindjárt adok nektek egy számot, amely számot be kell írni az előzőleg mutatott, tehát a száma 9740, mindig a csetben. Tehát ide, ugye, az a papírrepülő mellett az van, hogy I'm a student, tehát én egy tanuló vagyok, és megadom a tanárbácsi által adott 5 jegyű kódomat, és azt mondom, hogy join.
Akkor ő megkérdi tőlem a nevemet. Hát én beírom azt, hogy én, az én nevem Kázmér. És utána a login gombot, ezt kérem, hogy ti is tegyétek meg most, játsszuk együtt végig. És erre a már látott oldalra jutunk, ez a játék, ez a bizonyos learning pass, vagy tanulási ösvény, amit, ahol egy ilyen kék bábú jelzi, hogy hol tartunk az úton, és hát van egy ilyen háttere neki, ahol néha megjelennek vitorlás hajók, de ez tulajdonképpen ne zavarja meg senkit. A start gomb van alul, ezzel a gombbal indíthatjuk el magát a játékot. A játéknak nem nevezném, de játékosnak nevezném, amit nem keverünk össze a játékosítással, az más, de olyan kedves játékos ez a történet. Szóval megnyomom ezt a start gombot, és kiírja, hogy végig a sárga úton, tehát angolul azt kérdezi, hogy mit fogunk ma tanulni. Hát azt írtam oda, hogy ismerkedj meg néhány híres magyarral. És ezzel barna gombbal azt mondjuk, hogy oké, vettük az adást, és ezáltal már az első most indulunk el, tehát az első ilyen állomáshoz érkezünk, hogyha a képernyő aljára néztek, akkor ott látjátok piciben az útvonalat, hogyha valaki tableten használja, vagy telefonon, akkor ez a kis rész ez nem látszik, csak tud tovább lépegetni. Az első cellára az van írva, hogy indulj el a sárga úton, old meg a feladatokat, és gyűjts minél több pontot, és próbálj meg rájönni, hogy miért sárga út az ösvénynek a neve. És aztán jön a continue, és most jön a lényeges rész, az első tényleges feladat. Ennek a lapocskának az a címe, hogy bölcs, oda van írva, hogy ő egy kivételes ember volt, nézd meg a következő képet. És alul a gombbal tudunk lépni, és előjött egy kép. Hát ő egy ember. Mivel a cím ott az, hogy bölcs, hát bizonyára nem volt buta ember, de nem tudunk többet róla. Közben látjuk, hogy már 11%-át megcsináltuk a feladatnak, de azt is látjuk, hogy 0 pontot szereztünk eddig. Ez van a jobb alsó sarokban. Megyek tovább, nyomom a gombot, hoppá, hoppá, egy tesztkérdés bukkant fel. Ki mondta ezt az idézetet, amit most itt nem olvasok föl, és azt kérem, hogy mindenki egészen nyugodtan válasszon, és aztán majd meglátjuk, mi történik. Ha valaki előbbre szalad, semmi baj, én majd egy kicsit fel fogok gyorsítani. Tehát mondjuk én azt gondolom, hogy ezt az idézetet hát Eötvös József mondta, kiválasztom, és itt van ez a check your answer, ez a barna gomb, tehát hogy ellenőrizzük, hogy jó-e. Oh, ups, kiírt, hogy ups, és jelzi, hogy nem jó. És hát akkor vagy tovább lépünk, és akkor engedjük el a dolgot, vagy megpróbáljuk újra, itt van ez a try again, ezzel lehet újra. De látjuk, hogy van itt egy kis ilyen villanykörteszerűség, amivel lehet egy kis segítséget kapni. Ennél a feladatnál van is segítség, rákattintok, és az a segítség, hogy 20 000. Mit jelenthet ez? Hát én tudom, mert ugye én találtam ki. Ezért mondom, hogy a Eötvös József helyett a Deák Ferencet választom. Mindenki gondolom tudja, hogy miért 20 000 volt akkor ugye a hint, vagy a tipp.
és látjuk, hogy hoppá, szereztünk 7 pontot, és fel is villant egy csillagocska. Megyünk tovább, olvasd el a következő szócikket, és ugye itt van egy link is, egy Wikipedia link, de itt be is van ágyazva, ha tovább lépünk. Na most az az igazság, hogy ezt most nem olvassuk el, de ez egy teljes szócikk a Wikipédiából, amely Bajcsi Zsilinszky Endréről szól. Lépünk tovább, közben látjuk, hogy már 22%-nál tartunk, és már itt a közepe táján. És a következő kérdés az, hogy melyik kicsit tovább, nagyobbat léptem itt véletlenül, de visszamegyek ide Endrére. Így, és igen, az a kérdés, hogy melyik igaz Bajcsi Zsilinszky Endrével kapcsolatban, közben valahogy bekattintottam, hogy miniszterelnök volt, ugye nem helyes a válasz, de megyek tovább. A cikkből, a Wikipedia cikkből kiderül, hogy a D válasz a helyes válasz. Aztán utána jön egy olyan, hogy hallgasd meg ezt a szép muzsikát. Ez egy Luciano Pavarotti szám, és szám, dal részlet, és ezt most nem fogjuk meghallgatni, de nagyon szép. Mindenki hallgassa meg, és biztos jó-e a kód? Hát... Én ezzel léptem be. A többieknek működik ez a kód? Itt, igen, igen, működik. Működik, ez a jó. Oké, rendben. És a következő kérdés az, hogy itt megint ugrottam, de nem baj. Hány végtagja van az oktopóda rend tagjainak? Hát ugye az októból adódik, hogy a 8-as lesz a helyes válasz, és akkor megyek tovább, egy picit felgyorsulok. Itt van egy versrészlet, miért, mi ez a versrészlet, meg kell nézni. Utána jön a kérdés, ki írta fenti sorokat, Babits, Vörösmarty, Kölcsey, Petőfi, aki rájött, hogy miért pont ezek a témák vannak ezen a sárga úton, az már tudja, hogy mi a válasz. Persze, aki a Gondolatok a könyvtárban című verset ismeri, az is tudja, hogy mi a válasz. És aki csak úgy eltalálja véletlenül a Vörösmartyt, az is tudja, hogy mi a válasz. Good job, megint szereztem pontokat. Megint jön egy Kodály zenemű, kórus, mi, ahogy régi felvételen gyermekek énekelnek, majd megint átugrottunk egy másik kérdésre, ki írta a Román költésről című művet, mondjuk, hogy Kisfaludi, nem jó, megyek azért tovább, azért megyek így, hogy legyen hibás válasz is, mert lehet, hogy ti jól csináljátok. Akkor itt egy idézet, én nem parázok, maradok otthon, nézem a tévét, így lesz jó, stb. És a kérdés az, hogy melyik hip-hop együttes jegyzi ezt a számot. És hát aki rájött, hogy miért sárga úton vagyunk, az tudja, hogy mi a helyes válasz. Aki tudja, hogy miért sárga út, írja be a chatbe, legyen szíves. Ez a Hősök nevű zenekar. És az ő muzsikájukat itt meg is lehet hallgatni, tehát igen, a helyes megoldás már ott van, és a Forró című lap a következő, amikor is látjuk, hogy itt sakkoznak bácsik, és ide is tartozik egy ilyen kérdés. Hogyan becézik ezt a helyet? Szecska, Luki, Gerda, Margó,
hát mivel ez a Széchenyi fürdő, akkor a Szecska volt a helyes válasz, és hát igen, ez Budapesten a Kisföld alattinak az útvonala, ezek voltak a megállók. És hát látszik, hogy 8 perc, 17 másodperc alatt sikerült nekem ezen végigmenni, és minden cella lila lett, tehát mindenhol jártam, nagyon jó. Most, és itt 100%, és 23 pontot gyűjtöttem. Most átmegyek ide, és megnézem, hogy mi a helyzet a diákokkal. Ugye itt vannak az eredmények, tehát látszik, hogy ki hogyan haladt. Az is látszik, hogy esetleg van, aki nem fejezte be, vagy hol tart éppen most ebben. Én nagyon köszönöm, hogy sokan szándékosan nem x-elték be a jó válaszokat, mert így meg tudom mutatni, meg nem is haladt mindenki nagyon gyorsan, így meg tudom mutatni, hogy tudjátok követni, hogy a diákjaitok hogy haladtak. Ugye itt fönt ezek a színek mutatják, hogy bizony azért a diákok elég jók voltak. Jelenleg 9 aktív user van a rendszerben. A zöld a legjobb eredmény, a sárga az azt követő eredmény. És akkor itt vannak az eredmények részletesen, ki hány pontot szerzett, ki hány percet töltött vele, és itt az átlag eredmény is látható. Hogyha valakinek az eredményét mondjuk ki akarjuk venni az átlagból, mert mondjuk nem fejezte be, vagy el se kezdte, mondjuk, akkor ki lehet itt kapcsolni ezzel a gombbal. Minden egyes ilyen tanulási útvonalunk esetében ezek, amikor elindítjuk a játékot, akkor egy-egy ilyen játék eredményét meg lehet tekinteni, meg lehet nézni, és az az érdekes, és az a jó ebben, hogy lehetséges differenciálni. Tehát például nagyon fontos, hogy mindenki a saját tempójában haladhat. Én most ugye próbáltam így közvetíteni, de nem szükséges. Mindenki dolgozhat egyedül. Természetesen adhatunk, ha otthon dolgoznak a gyerekek, olyan feladatot, hogy ne lehessen kinézni a választ a Google segítségével, vagy lehet, hogy pont az a feladat, hogy googlizza ki a választ. Ez már a saját döntésünk. Tehát lehetőség van differenciálni azzal is, hogy mi a sebesség, de azzal is, hogy elágazásokat tervezünk az útvonalba, erről majd egy kicsit később fogok beszélni. Még egy nagyon lényeges dolog, hogyha valaki mondjuk belépett Kázmér néven, és kilép, és utána újra belép, és újra a Kázmér nevet adja meg, akkor visszajut az eredeti helyére, és oda, ahol abba hagyta, tehát megőrzi egy ideig az alkalmazás az, hogy hol tartott a gyerek. No, akkor visszamennék még egy picikét az én központi oldalamra, és akkor itt mutatom, hogy itt látszik, hogy jelenleg van egy aktív ilyen játékom, a piros pötty villog is mutatja, hogy aktív ez a pötty, vagy aktív ez a játék, és a dátumok is mutatják, hogy ott melyiken hol van utoljára valamilyen alakítás. Ráadásul még az is látszik, hogy egy-egy példa játékban, amit én itt készítettem, hány lépés van összesen, és azon belül hány kérdés. Tehát, hogy hány olyan lépés, amiben van valamilyen feladat. Jó? Az is látszik, hogy összesen 36-an oldották meg ezt a sárga utat, vagy hát igen, és látszik, hogy
hogy 47% szuper fantasztikus, és a 36% pedig fantasztikus eredményt ért el, és a többiek meg majdnem fantasztikus eredménnyel zárták ezt a dolgot, de még továbbra is aktív a dolog, tehát hogyha én erre rámegyek, akkor itt erre a recordingra tudok kattintani, és akkor ez a stop tracking, ez az, ami leállítja. De még mielőtt ezt megtenném, szeretném megmutatni, hogy van még sok egyéb módja annak is, hogy a gyerekeknek megadjuk, hogy hogy kell csatlakozni, hogy hol kell csatlakozni egy adott játékhoz. Hát ugye látszik, hogy van itt egy link, egyértelműen. Itt alul a linken kívül itt van például a QR kód, tehát generál egy QR kódot, ezzel a gombbal le lehet tölteni a QR kódot, és akkor mondjuk mobilra vagy tabletre jól lehet beolvasni. Aztán át lehet tenni Szimbalúra, tehát ezt a játékot a leelőbb látott csempés Szimbalúra egy csempeként ki lehet tenni. Hát itt a Facebook, de azt én nem tartom egy oktatás segítő alkalmazásnak, úgyhogy ezt hagyjuk. Itt a Twitter is, itt ez a boríték, ami azt jelenti, hogy e-mailben is el lehet küldeni, tehát ha nem vagyunk szinkron helyzetben, akkor elküldjük, hogy gyerekek, ezt kéne végigjátszani. És aztán még itt vannak opciók, amik nagyon érdekesek. Például be lehet ütemezni az adott játékot. Tehát azt mondjuk, hogy holnap 10-től 11-ig lehet csak játszani vele, akkor ezt itt kell beállítani. Bekapcsolhatjuk azt hogy lehessen ilyen kommenteket hozzáadni, bekapcsolhatjuk azt is, hogy lehessen visszajelzést adni, bekapcsolhatjuk azt, hogy összekapcsoljuk ezt a Google tanteremmel, most én ezt nem tudom megtenni, aztán kiköthetjük, hogy csak regisztrált felhasználók használhatják ezt, illetve itt lehet beállítani azt, hogy megengedjük-e, hogy a gyerekek újra próbálják a tesztet, mert ugye én bizony így szereztem valamennyi pontot, hogy újra próbáltam. Ha ez be van kattintva, akkor nem engedjük meg, tehát én most itt megtiltottam, de kiírta a pirossal, hogy most még most nem tehetem ezt meg, mert vannak még aktív emberek itt a játékban, és lehet, hogyha írok hozzá magyarázatot, akkor azt be lehet itt szintén kapcsolni. Ezzel a pirossal most lekapcsolom, és itt lehet elmenteni ezt a mai játékot. Sárga út, Webi, az lesz a neve, és a mentés Save Results gombbal elmentettem, és mindig itt van ez a bagoly a bal felső sarokban, ezzel visszamegyek ide a KH-ig, ez a My Learning Pass, és itt sok minden elérhető, például az eredmények is elérhetők, vagy éppen azok, amelyek aktívak, hogyha épp aktívak lennének, akkor itt az Open Assignments-ben lehetne őket látni, de most ez nem látszik. A nyelvet, a felület nyelvét azt az elején lehet változtatni, amikor belépünk, tehát a fő központi oldalon, hogy közben hogyan lehet, talán lehet, hogy a profilban, de ha valaki tudja, akkor dobja be, de amikor indul az egész, tehát itt, akkor itt látszik, hogy amikor belépünk, akkor lehet választani, és nincs német. Érdekes, hogy nincs. Katalán az van, de német az nincsen. Kell nekik írni, hogy kérünk németet is. Oké. Tehát láttuk, hogy mennyi minden
lehet ebben. Tehát hogy néz ki, hogyha diákként ezt játszottuk, azt is megnéztük, hogy néz ki, hogyha tanárként elemezzük, hogy hogyan dolgoztak a diákjaink, tehát itt sorakoznak szépen a már létező ilyen ösvényeim. Most azt fogjuk megnézni, hogy hogy kell ilyen ösvényt készíteni. Nagyon egyszerű, mindjárt el is kezdjük. Nem csinálunk ilyen hosszút, mint a sárga út volt, sokkal rövidebbet. Jobb oldalon fönt van egy plusz jel és egy kék gomb, Create Learning Path. Ez a gomb, ez azt jelenti, hogy készítsünk egy ilyen ösvényt. Rákattintok, és akkor kezdődik a feladat. Én példaképpen a szódavízről szeretnék készíteni egy ilyen útvonalat, és az a kérdés, hogy írjuk be, hogy milyen témakörben szeretnék itt valamit tenni. Hát, nehéz erre válaszolni. Beírom azt, hogy kultúra. Azért kérdezi, hogy hát ha ő majd tud nekem segíteni, de ez annyira speciális, hogy nem valószínű, hogy tud, de majd meglátjuk. És megnyomom ezt a két kék gombot, és nézzétek meg, hogy milyen rendes. Rögtön már rákeresett a kultúra szóra nekem, már az első ilyen üreshez már akar ajánlani valami, de ezt én még köszönöm szépen nem kérem, hanem először itt a bal oldalon fölül látunk néhány opciót. Az egyik opció ez a bélyeg, ez itten, ezzel választunk háttérszín színű szint tulajdonképpen, és választok is mindjárt egyet. Az a kérdés, hogy hogyan jutunk el ehhez a bagolyhoz, tehát ugye ezen az oldalon vagyunk most. Tehát ez az oldal. Erre kell belépni, és akkor működik ez a baglyos megoldás. Kérem, hogy próbáljátok meg. Tehát ezzel a bélyeg ikonnal tudtam háttérképet változtatni, hát én most ezt a nagyon sárgát választottam. A másik dolog, amit lehet tenni, az a mellette levő, jobbra mellette levő, azzal lehet ennek a rácsnak a méretét változtatni. Nézzétek meg, hogy itt én kijelölhetem, hogy mekkora legyen ez, legyen nagyobb vagy kisebb, azért ez a 4x6-os, ez a legkisebb lehetőség. Én lehet, hogy visszamegyek egy kicsit ilyen nagyobb verzióba, egy 4x7-esbe. Na most, akkor fogjunk hozzá, ugye tulajdonképpen kattintással jelölhetem ki, hogy melyik milyen helyre akarok valamit tenni. Amit most először fogunk szerkeszteni, az lesz a startmező, és addig csináljuk, amíg a célmezőig nem jutunk. Most adja magát a lehetőség, hogy mondjuk itt legyen a bal felsőben a start, de ez egyáltalán nem törvényszerű, de most én így fogok tenni, és ide kattintok. És látszik, hogy a Learning Pass egy kicsit túlságosan is segítőkész, mert már rögtön felajánlja, hogy én itten ezek közül válasszak valamit, de én ezt nem szeretném, hanem itt alul van több megoldás, és először ez a Create My Own Resource-t választom, tehát saját tartalmat fogok létrehozni. És akkor mutatom, hogy mi a
mik a lehetőségek. Kaptunk 4 sort, ugye? Az első a cím, a második a leírás, a harmadik egy ilyen forrás, és a negyedik pedig a kérdés. Tehát akár több részét is, több egy ilyen állomáshoz több dolog is tartozhat, mint ahogy a Sárga útnál is volt, hogy volt Wikipédia szócikk, és utána tesztkérdés. Tehát először kattintok ide az első sorra, ahova a title van, tehát ugye ide beírom azt, hogy szódavíz. Utána jön egy leírás, odaírhatjuk, hogy menj végig az ösvényen, például. Ide linket is lehet tenni, színezni is lehet a szöveget, formázni is lehet. Egy teljes utasítást is le lehet ide írni, tehát egy ilyen instrukció feladat kiírás. Látjátok, hogy 5000 karaktert elfogad, az a nem kevés egyáltalán. Az, az olyan 2 oldal szöveg, ez rengeteg. És hát mondjuk ez lesz az első ilyen kis elem, tehát ezzel indul, hogy menj végig az ösvényen. Megvan. A Save gombbal tulajdonképpen ezt már meg is alkottuk. Itt, ha rajta vagyok ezen a házikon, a házikó mutatja, hogy ez az induló, akkor itt alul a ceruzával mindig szerkeszthetem, a kukával törölhetem, ezzel az áthúzott jellel jelölhetem, hogy ez nem a utolsó ilyen csempe, és ez pedig egy olyan jel, amivel elmenthetem későbbi felhasználásra is a könyvjelzőbe. No, akkor 2 irányba lehet tovább menni, mondjuk ezt a pluszt felsőt választom, és akkor legyen az, hogy először a szódavízről egy Wikipédia szócikket keresünk. Ugye itt van egy keresőablak mindjárt, ahova beírhatom azt, hogy szódavíz, és itt alul pedig megmondhatom, hogy mit szeretnék keresni, tehát videót, vagy minden, vagy csak a Google-ban akarok keresni. És én a Google-t választottam, és íme rögtön első helyen ott van a szódavíz Wikipédia szócikk. Ha rákattintottam, már be is jött, és meg is van, bejött ez a kis oldal, amin lehet tanulmányozni mindenfélét a szódavízzel kapcsolatban, és a Save gombbal el is mentettem, nagyon szuper, és a kockázászló nem azt jelenti, hogy vége is van, hanem azt jelenti, hogy most ez a vége. És akkor megint dönthetek, hogy merre szeretnék tovább menni, mondjuk én most ide lefelé szeretnék tovább menni, és hát akkor legyen most ehhez kapcsolódóan, ugye az volt lett volna mondjuk az előzőnél a feladat, hogy olvassátok el ezt a szócikket, és akkor itt van megint ez a Create My Own Resource, alulról a harmadik, és akkor most ennek is adok egy címet. A feltaláló. Ennek a kis állomásnak ez a címe, és a kérdésekhez megyek, a legutolsóhoz, és meg is van rögtön egy ilyen egyszerű tesztkérdést fogok föltenni. Ki találta fel a szódavizet? Ez a kérdés. És akkor adunk néhány választ. Beírjuk azt, hogy Newton. Aztán beírjuk azt, hogy Semmelweis. Aztán beírjuk, hogy Jedlik. És beírjuk, hogy
Beasley. Oké, és akkor persze el kell dönteni, vagy nem kell eldönteni, tudni kell, hogy melyik a helyes válasz, és oda kell a pipát tenni, nehogy véletlenül ugye a rossz választ is jónak fogadjuk el. Itt a helyes válasz a sok közhiedelemmel ellentétben Joseph Priestley, és itt alul még ugye, hát lehet többféle, több választ is felsorolni akarunk. Itt van ez a hint, ez a tip, ami ugye a Deák Ferencnél a 20 000 volt. Az add an explanation, a lehetőség arra, hogy egy kis magyarázatot is fűzzünk. És itt egy nagyon aranyos dolog, itt eldönthetjük, hogy ez hány pontot ér. Milyen nehéz ez a kérdés. Mondjuk, hogy ez a kérdés 4 pontot ér, akkor én ide a 4-esre kattintok, és akkor amikor megoldja a gyerek, akkor ez a 4 pont lesz az övé, tehát ezt tudja ő megszerezni. Itt még mutatom, hogy a cím vagy a kérdés mellett van egy legördülő kis menü. Itt látszik, hogy még milyen egyéb féle kérdést lehet föltenni, tehát még numerikus válasz is lehet, meg skála, meg mindenféle, meg szabad szöveg is, hogyha szeretnénk megkérdezni valamit, de én maradok ennél. Save, és már van egy 3 lépésből álló kis útvonalam. Na most látszik, hogy most 3 irányba lehet menni. Általában lineárisak, vagyis hát nem lineárisak, csak nem elágazóak ezek az ösvények, de elképzelhető, hogy úgy differenciálunk, hogy azt mondjuk, hogy olvasd el ezt a szöveget. Ha értetted, akkor menjél erre, ha valamit nem értettél, akkor menjél arra. Tehát a gyerek döntése alapján, ugye ő dönt, hogy merre viszi tovább a kis bábut. Tehát megmondhatjuk neki, hogy ha ezt az előző kérdést helyesen válaszoltad meg, akkor menjél erre, ha nem, akkor arra. Tehát ilyen elágazás lehet, én most nem csinálok elágazást. Viszont amit szeretnék mutatni, hogy lehetőségünk van arra, hogy speciális tartalmat, mondjuk videót beágyazzunk. Itt van megint ez a Create My Own Resource, ezt fogom most használni. Ugye az elsőt már láttuk, ez a cím. Most az lesz a cím, hogy videó. Aztán itt van a leírás, ezt most nem használom, és itt van az a resource dolog. És ide lehet speciális dolgokat betenni, tehát például fel lehet tölteni saját fájt, lehet használni matematikai képletet, ez így néz ki, tehát hogyha szeretnénk indexeket, meg ilyesmit használni, ezt én most nem szeretném kipróbálni. Van ez a szabad kézi rajz, hát ez elég meredek, de aki bátor, az tud rajzolni is valamit a gyerekeknek. Ezt én nem forszírozom. Amit szeretnék megmutatni, az embed kód, tehát a beágyazási kód. Erre kattintottam, és itt van egy üres dobozom. Én előkészítettem már itt egy YouTube videót, mégpedig ezt, amelynek az a címe, hogy a szódavíz előállítása a háztartásban. És ugye, amikor a megosztásra kattintunk itt a videó alatt, akkor ugye alapértelmezésben kapunk egy ilyen linket, amit aztán lehet használni, ha megosztani akarjuk. De most nem ezt használjuk, hanem itt van ez a beágyazás opció, tehát ide kattintok, és kapok bizony itt egy ilyen beágyazható kódot. Ha valaki nem érti pontosan, hogy a kódban mi van, ne keseregjen, egyáltalán nem kell tudni, csak kijelölöm, és itt a másolás gomb, megnyomom, visszamegyek.
ide, ahol az eredeti szerkesztés volt, és ide bemásolom Ctrl-V-vel ezt a kódot, amit a YouTube adott. Ha megnyomom a save-et, akkor, és visszanézek, akkor már ott lesz ez a videó. Ezt tulajdonképpen másképpen is a keresőből is el lehet érni, hiszen mutattam, hogy a keresőben lehet videóra is keresni, úgy is lehetett, de szerettem volna megmutatni ezt a beágyazást, mert lehet, hogy máshonnan ágyazunk be olyan videót, vagy olyan tartalmat, vagy egy animációt mondjuk, vagy akár egy kis lapozható könyvet, ami nem elérhető innen a felületről. És a szépvel megint megvagyunk. Tehát, hogyha én elágazást akarok csinálni, akkor kattintok ide, mondjuk, hogy gyorsan menjen, most ide kattintok, és ez a culture definíció lesz. Visszamegyek ide, és kattintok ide, és akkor mondjuk ezt a Wikipedia szócikket teszem, és mindjárt lett benne egy elágazás. De ezt én most nem szeretném, tehát ezt most csak mutattam nektek, és ezt kitörlöm. Visszamegyek ide, ezt is kitörlöm, mert ehelyre én mást szerettem volna. Itt például még egyszer mutatom, hogy itt van ez a Create My Own Resource, itt van alul a question, és itt megint feltehetünk egy kérdést, hogy mi történt a patronnal. Ugye ez már egy egyel jobb kérdés, vagy feladattípus, mert erre nem lehet rákeresni a Google-ban, tehát ehhez meg kellett nézni a gyereknek a videót sajnos, úgyhogy hát ide leírjuk, hogy lehűlt elmelegedett elrobbant. A helyes válasz az, hogy lehűlt, de hát ez nem 5 pontos kérdés, azért kérem szépen. Úgyhogy én csak 2 pontot adok neki. Jó, és a címet még beírom, hogy a patron esete. Mentés. Remélem, hogy egy néhány ilyen kis állomást is tudtok közben beépíteni. Még egy utolsót szeretnék mutatni. Mondjuk ez most lefele legyen. Emlékeztek, hogy mondtam, hogy az ős szimbalunak, tehát a csempés könyvjelzőkezelőnek bizony szerepe lesz még itt a Learning Pass használatában is. Nos, most jött el ez a pillanat. Ugye itt van ez a Search My Symbolu Webmixes, tehát a legalsó, és akkor most, ha ide kattintok, akkor beolvassa az én saját ilyen kis linkjeimet, és itt választom a cikkeket, és a cikkek között van egy jedlikányos, egy Rubikon cikk. És hát valamiért ez az oldal most így nem akar. Valószínűleg nem engedi az oldal a beágyazást, tehát maga a Rubikon cikk nem engedi a beágyazást. Ezért ilyen esetben, ezen ritka esetben ide tesszük be, hogy olvasd el ezt a cikket. És akkor ugyebár ezt kijelölve ez link lesz, ezt pedig innen akkor majd kitöröljük. Általában ez azért jobb weboldalaknál működik a beágyazódás, de ha nem, akkor így lehet ezt megoldani, illetve látszik, hogy az oldal
magától így adja a karaktereket. Hát ezt akkor átírjuk egy kicsit ilyen szebbre, és akkor jedlikányos lesz. Igen, itt a chatben írja is valaki, hogy a YouTube linket többféleképpen is lehet betenni. Én ezért mutattam ezt a bonyolultat, mert mi van akkor, hogyha csak az embed kód áll rendelkezésre, tényleg egy speciálisabb tartalom esetében. És még egy utolsó állomást mutatok, rákattintok, hogy van ez a My Favorite Tiles, tehát emlékeztek, hogy jeleztem, hogy bizonyos ilyen kis állomásokat ugye el lehet menteni kedvencnek, tehát hogy fölé megyek, vagy rákattintok, akkor itt alul látszik a ceruza, itt lehet beszúrni, itt lehet törölni, és itt lehet kedvencnek jelölni, tehát én mondjuk ezt most kedvencnek jelöltem. Tehát visszajövök ide, egy újat hozok létre, és akkor nem új csempét készítek, meg nem a webmixekből egy linket szerzek, hanem ezt a My Favorite Tiles-t választom, és itt vannak azok, amik már nekem korábban megvoltak. Hát most természetesen nem fog a témához illeni, de itt van ez a ki mondta ezt az idézetet, hát ezt ide be lehet tenni. És akkor tulajdonképpen meg is vagyunk, készen vagyunk teljesen, de azért még néhány utolsó simításra szükség van. Az egyik az, hogy bal oldalon fölül a ceruzával ugye adhatunk ennek egy rendes címet is. De úgy indultunk, hogy kultúra, de aztán ez szódavíz. Ide lehet egy leírást adni. Tehát kitölthetem, hogy a szódavíz története mondjuk. Ide ki lehet jelölni célokat, tehát hogy meg fogod tanulni ebben ezzel a játékkal, vagy ezzel a foglalkozással ezt és ezt. Itt pedig be lehet állítani, hogy ez egy hány perces dolog, bejelöltem egy 15 perces, ide pedig megtudhatod, mi a szódavíz. És ezzel az add objektívvel lett neki ilyenje is. Azért fontos, hogy ezt kitöltsük, mert csak ha ilyen részleteket kitöltünk, akkor lehet publikálni, akkor lehet csak publikálni. A csempéket úgy lehet mozgatni, hogy így az egész társaságot lehet mozgatni ezen a rácson. Aztán a következő, a kategória, ugye megint a publikálás előtt szükség van arra, hogy megadjuk, hogy ez hanyadikosoknak való. Ugye azért ez az amerikai rendszer, szóval ezt kitölthetjük, de igazából magyarul ez most nem segít, de a publikáláshoz kell. Aztán a következő az, hogy a pontszámok áttekintése, itt látszik, hogy meg lehet nézni, hogy az adott kérdésekre én hány pontot adtam. Összesen 11 pontos ez a játék, és ki lehet venni a pontozást, tehát nem muszáj legyen pontozás, de és még itt módosíthatok is rajta, hogyha szeretnék. Ezt a háttérállítást láttuk, a rácsot pedig szintén láttuk, és mutatom, hogy van undo is. Tehát, hogyha szeretném ezt publikálni a marketplace-en, hogy más is megtalálja, akkor ezt ide, erre a gombra kattintok, én ezt most nem szeretném megtenni. Viszont, hogyha szeretném elindítani ezt a játékot, akkor itt van ez az Assign and Start Tracking, ide kattintok, és már egy ismerős oldalhoz jutunk. Látjátok, hogy ennek most generált egy másik számot.
fontos, hogy ahányszor ezt futtatjuk, indítjuk, ugyanazzal a játékkal több csoport is játszhat, tehát akkor nekik más kódjuk lesz. Tehát, hogyha holnap indítok, vagy később indítok egy másikat, akkor egy másik kódja lesz. Ugye ezzel tudom leállítani, ezzel tudom megnézni az eredményeket, itt tudom a beállításokat, amit az előbb néztünk, és itt vannak a megosztási lehetőségek, köztük például a QR kóddal. Ha a végeredményre vagyunk kíváncsiak, akkor ezt a tortadiagramot használjuk. Ha pedig mi magunk ki akarjuk próbálni, hogy hogy néz ez ki a valóságban, akkor ezt a preview nevű lejátszó gombot választjuk, és akkor ezt látjuk, vagyis hát tulajdonképpen azt látjuk, amit majd a diákjaink látni fognak, amikor ezzel játszani fognak tulajdonképpen. Úgyhogy hát nagyjából ilyen a elkészítése egy ilyen játéknak. Tulajdonképpen nem nagyon nehéz, rá lehet találni. Én azt szoktam mondani, hogy az ilyen és hasonló feladatoknál nem az a nehéz, hogy hogy hozzuk létre, az a nehéz, hogy jó feladatot találjunk ki, hogy ne legyen unalmas, hogy ne legyen kattingatás, ne próbálgatással lehessen megoldani, hogy érdekes legyen, hogy akarjuk-e, hogy ki lehessen googlizni, vagy nem akarjuk, akkor úgy kell feladatot kitalálni. Ez ebben a lényeg mindig, sohasem az, hogy most akkor milyen színű a háttér, és hogy teszem be a linket, már arra könnyen rá lehet találni, de okosan feladatot készíteni csak a tanárok tudnak, úgyhogy ezért van a tanároknak bizonyos szuper ereje, mint tudjuk. Most megmutatom még azt is, hogy ha visszamegyek a főoldalamra, ugye látszik, hogy elindítottam ezt a szódavizet, tehát még ez itt pötty. Itt alul tudok indítani egy új szerkesztést, itt tudom megnézni, hogy néz ki jelenleg az én nyitó oldalam, tehát itt vannak az elkészített játékaim, itt van az, ami aktív éppen. De még amit nem mutattam, hogy például, ha van egy játék, akkor itt ezzel a ceruzával lehet szerkeszteni, tehát mondjuk, ha a Duna nevű játékot szerkeszteni szeretném, akkor ide kattintok, és a mellette levő három pötty közül van egy érdekes is, ez pedig a másolás. A másolat készítése a baloldali, ez akkor jó, hogyha két vagy több hasonló szerkezetű ilyen játékot szeretnénk készíteni, akkor nem kell újra csinálni az egészet, hanem csak egy részét. Aztán, ami még érdekes, hogyha valakinek van a hozzáférése, vagy van már a piactérre kiajánlott ilyen játéka, ilyen tanulási ösvénye, akkor az itt jelenik meg, tehát a Bagoly és a Marketplace-nél jelenik meg. Az az igazság, hogy a keresőben olyan nagyon sok dolog nem szokott előjönni, tehát lehet, hogy nem elég jó a keresési módszerem, de azért, és hát magyarul pedig különösen nem. Úgyhogy jelenleg én azt gondolom, hogy inkább magunkra vagyunk hagyatkozva, de ez ne tántorítson el senkit, mert elég jól lehet így is alkotni. És végül szeretném megmutatni, hogy a profilunkban van egy néhány dolog, amit érdemes megtenni akkor, hogyha az ember egy kicsit hosszabb távra tervez. Ugye a jobb felső sarokban van ez a fotó, és itt van több minden. Például itt van ez az Edit Profile, és itt lehet beállítani a nyelvet,
például. Itt lehet beállítani az országot. Korábban nem volt Magyarország benne, úgyhogy egy ideig Ausztriát állítottam be. Itt lehet beállítani, hogy melyik oktatási rendszerhez illeszkedünk mi. Hát mi egyikese, de hát valamit választani kellett, úgyhogy az Egyesült Királyságot választottam, pedig igen messze állunk tőle. Itt állítjuk be, hogy milyen iskolatípusban dolgozunk. Ez alapján ajánlja ki a lehetséges évfolyamokat. Hát itt nekem teljesen mindegy, ugye, mert egyikbe sem. Tehát ezzel még érdemes foglalkozni. Illetve van egy ilyen, hogy My Public Profile, tehát meg lehet nézni, hogy néz ki valakinek a publikus profilja, tehát hogyan történik az, hogy hogyan látszik ő mások számára, hogyha valaki rákeres. Tehát ez egyfajta ilyen portfólió, hogyha másoknak szeretnénk kiajánlani azt, amit készítettünk. Ugyanakkor, ha visszanézünk a színbalú oldalra, tehát az eredeti ős szimbólum oldalra, ide, akkor akár az is lehet, hogy itt elhelyezzünk, tehát az adott napra, az adott csoportnak elhelyezhetünk egy már kész learning path, tehát tanulási ösvényt ide, ilyen kis csempeként a gyerekeknek, és akkor akár ezt minden nap lehet cserélgetni. Ja, azért fontos, mert a link cserélgetni, mert a link az csak egy menetre érvényes, hiszen a szám az mindig változik. Itt a színbalunál is van saját profil, ezt is érdemes megnézni és beállítani, tehát innen elérhetők például különböző beállítási lehetőségek. Így például itt lehet beimportálni a könyvjelzőket például Google Chrome-ból. Itt lehet beállítani, hogy milyen közösségi média vagy egyéb szolgáltatás oldalról szeretnénk belépni. Tehát látszik, hogy nekem engedélyezve van a Facebook és a Google, de itt még látszik, hogy még sok más egyéb belépési lehetőség is van. Tehát ha hosszú távon használjuk a színbalut, akkor érdemes ezeket beállítani és karban is tartani. No, hát én ennyit szerettem volna elmondani, remélem, hogy lehetett azért követni, de most megnézem, hogy még milyen kérdések vannak. Közben ez a szódavíz itt zajlik éppen. Tehát írjatok kérdést, ha még van. Az első oldalt megoszthatjuk-e a diákokkal? Hát persze. Ezt a sárga utat? Hogyne, egészen nyugodtan. Azt azért is publikáltam egész nyugodtan. A könyvjelzők ezelőtt, hogy oszthatjuk meg a diákokkal? Igen. Lehet, hogy... Tehát ugye mondjuk itt van ez a múzeum, akkor itt van ez a share gomb, és ezzel a gombbal lehet ugye két módon lehet megosztani. Az egyik, hogy teljesen publikussá tesszük ezt a webmixet, ezt a linkgyűjteményt. Vagy
olyan módon osztjuk meg, ez a privately, ami azt jelenti, hogy egy linket fogunk kapni, és akkor azt a linket oszthatjuk meg a barátainkkal. Hoppá. Már megosztottam a közben. Tehát itt van ez az a link, és ugye itt ad egy lehetőséget arra, hogy e-mailen keresztül küldjük el, ha akarjuk, és van ez az embed kód, tehát ő is ad magáról egy embed kódot, tehát lehet, hogy egy webmixet be lehet tenni valahova. Sajnos az ingyenes változatban nem szerkeszthetik mások az oldalt. Tehát ha ez a cél, akkor mást érdemes használni. Ha csak a diákoknak szeretnénk, nem nyúlhatnak bele a gyerekek, igen, a tanulási ösvénynél nem kell publikussá tenni az ösvényt egyáltalán, hogyha a gyerekeknek akarjuk kiosztani. Tehát ezt tehát, hogyha ide rámegyek, ugye a szódavíz az megosztható, tehát jelenleg ezzel a kóddal játszható, de ezt nem publikáltam a Marketplace-en, tehát nem egy publikus dologról van szó. Tehát egyáltalán nem szükséges ez. Igen. A pontozásra számít, hogy hányadszorra találja el. Én azt gondolom, hogy nem, de ezt nem kísérleteztem ki. Ezért is lehet eldönteni előre, hogy adunk-e több lehetőséget nekik, vagy nem. Én abban bízom, hogy annyi segítséget tudtam adni, hogy akár már jövő héten tudtok adni egy ilyen kis feladatot a gyerekeknek, és aztán persze van az a szint, amikor az a legjobb szint, amikor majd a gyerekek készítenek egymásnak ilyeneket, az nagyon, nagyon klassz dolog, ha a gyerekek dolgoznak vele, de főleg kicsi gyerekeknél, tehát fiatal gyerekeknél én rendkívül hasznosnak találnám ezt, vagy találom ezt, még akkor is jól lehet használni, ha valaki csak szülőként a gyerekeinek készít egy ilyen játékos. Ugye mindig az életkorhoz illeszkedőek a feladatok, hogyha a gyerekek még nem googliznak, akkor másképp szól egy feladat, mint ha valaki azonnal ki tudja keresni a választ a neten. No, hát én nagyon, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és köszönöm a visszajelzéseteket.